Ha nézzük a városi könyvtár fejlődési folyamatait, azt tapasztalhatjuk, hogy számos külső tényező hatására egy megtorpanás van. Ebben elsősorban a Covid-járvány hatása mérhető, de az is, hogy van egy korosztály, aki nem jár ide. Ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy van egy réteg, aki számára a könyvtárba járás rendszeres program. Mindensági Lajosnének, az intézmény vezetőinek értékelése a Keresztély Gyula könyvtár jelenlegi állapotáról. Mi azt tanultuk annak idején, hogy az a jó, hogyha elébe megyünk a változásoknak, és nem várjuk meg, még az ránk valami módon hatása van, mert valószínű, ha már hatása van ránk, akkor általában ugye negatív. Tehát, hogy próbáljunk elébe menni, dolgozzunk rajta, tegyünk meg minél többet annak érdekében, hogy működjünk. A működésünkkel ilyen szinten nincs probléma. A probléma azzal van, hogy hiába van egy csomó idézőjelbe véve beiratkozott olvasónk, hogyha annak csak a töredéke tér vissza évről évre. Vannak nagyon kicsi gyerekeink, akiket hoznak a szülők, és annak mi nagyon-nagyon örülünk. Aztán van pár, szó szerint pár tanulónk, középiskolások jó esetben, és akkor vannak az idősebbek. Tehát van az a, és főként nembeli megosztottságban férfi korosztály és középkorosztály, akik nagyon kevesen vannak például őket. Én itt dolgozom 33 éve lassan, de mindig az a réteg volt az, akit nehezen tudtunk megszólítani, mert bármilyen rendezvényünk volt, bármilyen könyvállományt szereztünk be, ők valahogy, és ezt most ugye betudhatjuk annak, hogy ők azok, akik dolgozó családapák, eltartják a családot. Jó, ezt most így azért próbáljuk tudomásul venni, de mindig próbálkozunk azon, hogy ennek valami módon ebből egy kicsit ki kéne lépjünk, nem igaz, ez tényleg nem sikerül. Nyugdíjasainkat elvesztettük. Az okok között a könyvtár vezetője elsődlegesen azt látja, hogy az emberek a könnyebb megoldást választják. És ez a kulturálódási szokásokban is jelen van. Egyszerűbb megnyomni egy távirányító vagy egy telefon gombját, képeket nézegetni, mint olvasni. A fizikai valóságát nem igényli igazándiból a könyvnek. Viszont azok, akik megmaradtak, és itt beszélhetek a középiskolásról is, meg a felnőttekről is, ők viszont, akiknek ez hiányzik, ő bennük ez annyira benne van, hogy ők igenis fogják magukat és eljönnek. És őket még ez most azt sem tartja vissza, hogy ugye egy picit korlátoztuk a nyitva tartásunkat, tehát itt vagyunk, dolgozunk rendesen, de ugyanakkor ugye nem vagyunk itt este hatig például. Most vállalom, hogy én régi módi könyvtáros vagyok. És ezt azért mondom el, mert ez fontos dolog, hogy nem lehet mindig mindenen túllépni, és egy következő fejlődési fokozatba belemenni csak azért, mert esetleg az már nem olyan sikeres, hogy én egy könyvet fogok a kezembe. De ez igenis fontos dolog, és amit mindig elmondok, amikor sajnos ritkán, de jönnek hozzánk tanórára a gyermekek, hogy azok az információk, amikhez ő egy telefonon keresztül hozzájut, azok mind innen a könyvekből jönnek. Tehát azok valami módon egyszer megíródtak, van egy fizikai valóságuk, és az is érdekes dolog, hogy megmosolyognak a gyerekek, de tényleg komolyan kellene venni, hogy nem a könyvtárosok kedvéért kell könyvtárba járni, meg nem a könyvtárosok kedvéért kell megtanulni olvasni értő olvasással, hogy az információt be tudjam fogadni, hanem pontosan azért, mert anélkül nem tud az életben, főként a mai világban már is, akkor ez most különösen érvényes, nem fog tudni létezni. Azon felül, hogy a könyvtár ellátja azt a funkciót, amiért életre hívták, a Báteszéki intézmény számos civil rendezvény szervezésében is társ. De mindez, mondja Sági Lajosné, azért történik, hogy az olvasó és a könyvtár között létrejöjjön, vagy ne szűnjön meg a kapcsolat. Amikor kimegyünk például a Bézikhám játszótérre szeptemberbe, akkor mindig valami módon bevisszük a könyveket. Apró, tehát nem látványosan, mert nem rájuk akarunk telepedni, és arra kínosan ügyelünk, hogy amikor a gyermek egy ilyen rendezvényre eljön, ne érezze, hogy ha bármit elé teszünk játékosan, hogy esetleg az egy iskolai valami, aminek nem kell megfelelnie semminek. Annak kell megfelelnie, hogy tudjon kikapcsolódni és érezze jól magát. Ez az egy dolog van, meg amit szoktunk ugye mondani, ez az én mániám, hogy mindig családokat szólítunk meg. Családokat szólítunk meg, amikor kimegyünk májusban a gyereknapra. Úgy próbáljuk egy picit rávenni a családokat arra, hogy minél otthonosabban, családiasabban oldjanak meg dolgokat. Nyilván nem azért mondom, mert mintha ezt eddig nem így csinálnák, csak még szeretnénk őket ebben segíteni.
Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogyan lehet visszacsalogatni az embereket a könyvtár falai közé? Vannak programjaink. Kimegyünk az emberek közé. Aztán ugye volt ez a bizonyos időszak, amiben még benne vagyunk, és amikor ez elkezdődött, akkor azt mondtam, hogy olyan nincs, hogy az olvasó ott maradt könyv nélkül. A tavalyi évben 390 körül volt az olvasóink száma. És vannak új beiratkozók, ez biztató jel, viszont vannak, akik lemaradnak. De ugye akkor most beszélhetek arról is, hogy idősödnek, sajnos halálesetek is vannak az olvasóink között. Akkor beszélhetünk arról is, hogy nagyon sokan eltelepülnek, mert elmegy, mert máshol talál munkát, akkor most nem mondom azt, hogy némelyek külföldre távoznak. Tehát ezeket mi ugyanúgy megérezzük, mint bárki más. Ez ránk is rányomja a bélyegét, és ugye általában pont azok mennek el, akik még fiatalok, látnak célt máshol, vagy feladatot, és akkor úgy gondolják, hogy ők annak utána mennek. És akkor nekünk maradnak elvileg, amit említettem is, hogy a gyermekek, meg maradnak az idősebbek. Tehát az a középső korosztály az kimarad. De biztató, hogy mindennek ellenére jönnek új beiratkozóink. Úgy gondolom, ha rajtunk múlik, akkor a könyvtár az mindig állni fog, és akkor beszélhetünk arról, már 10 éve megkoggatták meg 20 éve ezelőtt is a vészharangot a könyvtárak fölött. De én azt gondolom, hogy a könyvtárak, igen, és akkor itt jön az én elfogultságom, mert én azt mondom, hogy a könyvtár a világ legjobb munkahelye. Ebben egyszerűen hiszem és vallom, hogy ez így van, mert a könyvtár az egyetlen hely a világon, ahol minden egyszerre jelen van, ami az emberiség. Akinek igénye van, azok mindig meg fognak maradni, és biztos vagyok benne, hogy mindig el is fognak jönni. Még ha ez a korosztályosan egy picit változni is fog. Tehát megmaradunk, mint könyvtár, most mondom, tehát ez egy nagyon szép dolog, mert az olvasók életben fognak bennünket tartani.